Megkezdődött a tanév, ezzel együtt jelentősen megnövekedett a forgalom az iskolák és az óvodák környékén. A rendőrség a polgárőrséggel karöltve most is segít a forgalom biztonságos lebonyolításában az első napokban. Felhívjuk a járművezetőknek a figyelmét, hogy érdemes már most szeptembertől reggel 5-10 perccel, akár 15 perccel is korábban elindulni otthonról, hogy az esetleges torlódásokat elkerüljék. Amennyiben az iskolába járművel, tehát autóval, személygépkocsival viszik a gyermekeiket, mindenféleképpen megfelelő gyermekbiztonsági rendszert választanak a számukra, abba ültessék be a gyereket, illetve ne felejtsék el becsatolni mindig, illetve ellenőrizni, hogy be van-e csatolva a biztonsági öve a gyermeknek. Lehetőség szerint az iskolák, óvodák környékén a megállási, várakozási szabályokat mindenféleképpen tartsák meg, és ne akadályozzák a járművek forgalmát. Ezekben a napokban a polgárőrség, illetve a rendőrség segíti azoknak az iskoláknak, illetve az óvodáknak a környékén az áthaladását a gyalogosoknak, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. Ebben a tanévben is folytatódik az iskola rendőre program, amely már 11 éve szolgálja az iskolák és a tanulók védelmét. Az iskola rendőr programon belül ebben a tanévben is különböző felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedők, illetve a suli moped program folytatását is várhatják a szülők, illetve a diákok. A rendőrség javasolja a szülőknek, hogy ismerkedjenek meg azzal az útvonallal, melyen gyermekük az iskolába egyedül közlekedik. Amennyiben a gyermekünk busszal, akár vonattal, tehát tömegközlekedési eszközzel jár iskolába, mindenképpen azt tanácsoljuk a szülőknek, hogy ezekben a napokban járják végig azt az útvonalat, ami az iskolába vezet, és mindenféleképpen hívják fel a figyelmét akár a gyalogos átkelőhelyen való átkelés szabályaira, akár pedig a járdán való közlekedésnek a szabályaira is. Ha hátizsákot, tehát iskolatáskát választunk a gyermeknek, azt tanácsoljuk, hogy mindenféleképpen legyen rajta fényvisszaverő szalag, illetőleg az őszi-téli hónapokra már előre gondoskodva olyan ruházatot választunk majd számára, ami szintén el van látva fényvisszaverő szalaggal. Balesetmentes közlekedést kívánunk minden iskoláskorú gyermeknek és szüleinek, hiszen ne feledjék, mindenkit hazavárnak.